Nyitségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, olyan sok nyomorúság van körülöttünk és a magunk életében is, hogy alig tudnánk elsorolni itt most neked. Annyira a szívünkből soroltuk ezt a sok bajt, nehézséget, amiről ez az ének is szól. De áldunk azért, hogy ezzel a segély kiáltással fejezhettük be, hogy siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket. És köszönjük, hogy nem is kell kérnünk ezt, mikor még ajkunkon sincs a szó, te már érted azt. És te előbb siettél minket megsegíteni, mint ahogy mi egyáltalán kiálthattunk hozzád. Áldunk és magasztalunk téged ezért. És köszönjük, hogy ez a te irántunk való nagy irgalmasságod nem változott. Engedd megéreznünk most is, hogy úgy állsz itt mellettünk, mint a mi segítünk. Segíts minket, hogy azt a segítséget fogadjuk el, amit te kínálsz. Őrizd meg attól, hogy kevesebbet követeljünk, mint amit te adni akarsz. Adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy higgyünk a te nagy ígéreteidben. Adj nekünk türelmet, hogy kiváljuk azoknak a teljesedését. Törzs meg a mi szívünket bizalommal, hogy mindennek ellenére bizonyosan vegyük, hogy amit te mondtál, az úgy van és úgy lesz. És hogy te tegnap és ma és örökké ugyanaz vagy. Szólj hozzánk most, Urunk Jézus Krisztus, egészen személyesen, és legyen a te szabad vigasztalás, bátorítás, ajándékozz meg minket új reménységgel. Amen. Isten igéjét a Zakariás proféta könyve második részéből olvasom. Az új fordításnak kicsit más a fejezet beosztása, mint a régié, úgyhogy a régi szerint ez az első rész 18. versétől a második rész végéig van, az új szerinti beosztásban az egész második fejezet. Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam. Azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól, mik ezek? Ő így felelt nekem, ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem. Ezt kérdeztem, mit akarnak ezek csinálni? Így felelt, ezek a szarvak szórták szét Júdát, hogy még a fejét sem merte fölemelni senki. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára, és szétszórták. Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében, megkérdeztem, hová mégy? Ő így válaszolt nekem, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles és milyen hosszú. Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda eléje, akinek ezt mondta, fuss oda ehhez az ifjúhoz, és mondd neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz benne. Én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Jaj, jaj, fussatok ki az északi országból, így szól az Úr, hiszen szétszórtalak benneteket a négy égtáj felé. Így szól az Úr. Menekülj Sionba, aki Babilonban laksz, mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem. Újjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és köztet fogok lakni, így szól az Úr. A pogányok is csatlakoznak majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni.
akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a szent földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Csendben legyen hát mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakóhelyéről. Zakariás próféta könyvét kezdtük olvasni bibliaolvasó kalauzunk szerint, és néhány napig most fejezetről fejezetre ez lesz a napi táplálékunk. Ha Isten segít, ma és vasárnap ennek a könyvnek a legfontosabb gondolatairól lesz majd szó. Ma szeretnék mondani valamit bevezetésképpen, ami azonban mindjárt tartalmilag is érinti a könyv mondani valóját. Aztán ennek a két látomásnak az üzenetét bontsuk majd ki röviden, amit most hallottunk. Zakariás a Babilonból hazatért júdeai foglyoknak és azok utódainak a prófétája volt. Arra emlékszünk, ugye, hogy időszámításunk előtt 586-ban vagy 7-ben pusztította el Nabukodonozor Jeruzsálemet, fogságba vitte a népet. Isten előre megmondta a proféták által, hogy ez a fogság 70 évig fog tartani. De olyan kegyelmes volt, hogy 50 év múlva Círus kiadta az engedélyt, hogy aki akar, visszamehet a lakóhelyére, és építse föl újra a romba döntött országát. A zsidóknak egy kicsin csapata fölkerekedett és hazament. Sajnos a többség egyelőre még ott maradt. Vagy azért, mert nem engedték azok, akik közvetlenül parancsoltak nekik, vagy azért, mert ott az adminisztrációnál elakadt a hazaindulás, vagy azért, mert sokan nem is akartak visszamenni. Viszonylag jó módban éltek ott már sokan, és ezt nem cserélték fel a bizonytalannal, vagy a nélkülözéssel. Akik hazamentek, azok mindenek előtt maguknak építettek házakat. És a házok körül kezdték el művelni a földet. Aztán bele is feledkeztek ebbe. És elmaradt valami, ami pedig több mint fél évszázadon át éltette őket ott a fogságban, hogy újra fölépítjük az úrházát. Ekkor látott munkához Haggeus próféta, aki megrázó igehirdetésekkel bátorságot öntött a népbe. Négy igehirdetését olvashatjuk abban a pici kis könyvecskében, ami itt van az Zakariás könyve előtt, és az ő bátorítása nyomán felépült a templom. Aztán Haggeus meghalt, és újra lelki visszaesés következett. Akkor látott munkához Zakariás. Ő tulajdonképpen pap volt, és papi származék. Észre lehet venni rajta Ezékielnek, a papnak a hatását, részletesen leírják mindketten a templomot és a vele kapcsolatos feladatokat. Ugyanakkor Isten prófétává tette őt, és Zakariásnak jelentette ki, hogy mit akar az ő népével. Zakariás 7, vagy némelyek úgy számozzák, hogy 8 látomásban egymás után elmondja itt, hogy mi Isten terve az ő népével és az egész világgal. Mi Isten ítéletes és üdvösséget adó terve, arra a jövőre nézve, ami felől Izrael népe is teljes bizonytalanságban volt. Ezek a látomások arról a jövőképről szólnak, amit Isten a proféta által az ő népe elé rajzolt. Milyen volt Izrael népének a jövőképe akkor? Teljesen sötét. Kevesen mentek haza, meglepődtek, hogy ellenségek közé érkeztek, körülvette őket a külső ellenség, a pogányok, de kiderült, hogy az otthon maradt zsidók is összekeveredtek a pogányokkal, és mint belső ellenség ott voltak mindenütt. Irigyen, gyűlölködve nézték azt, hogy ők építkezni kezdtek és munkához láttak. Ők maguk is, akik hazamentek, nem sok értelmét látták az egész erőfeszítésnek. Nem volt folyamatosan megfelelő vezetője a népnek, aki lelkileg is, közösségileg is, politikailag is, gazdaságilag is
értelmes, felelős irányítást adott volna. Majdnem az volt a helyzet, hogy kiki azt csinált, amit akart, kiki úgy boldogult, néha egymás rovására, ahogy akart, pontosan úgy, mint ma itt nálunk. És éppen a becsületesek, akik előtt volt valami cél, és akikben még élt valamiféle erkölcsi értékrend, azok teljesen sötéten látták a jövőt, nem láttak jövőt a nép előtt. Mint említettem, lelki visszaesés is jellemezte a népet. A Babilonban töltött évtizedek megmutatták a hatásukat. Sokan hit nélkül mentek haza a szó mindenféle értelmében. Sem az élő Istennel nem volt kapcsolatuk, sem abban nem hittek, hogy érdemes hazamenni és valamit tenni, sem a jövőben nem hittek. Reménytelenség jellemezte az embereket. És akkor jön Zakariás, és elkezdi hirdetni, hogy nektek Isten jövőt készített. Gyönyörű, szép jövőt. Kicsit a messze távolban van még ennek a gyönyörűsége. Most kell érte áldozatot hozni, aztán ki kell várni, amíg Isten ígéretei beteljesednek, de Istennek ígéretei vannak, és azok beteljesednek. A nép egész szemléletét és belső tartását megpróbálja újra a hitnek a talajára építeni. Meritek-e hinni, hogy Isten igazad mond? Hiszitek-e azt, hogy ő holnap is Isten lesz? Nem csak a mi atyáinkat szabadította ki Egyiptomból és hozta át a Vörös-tengeren, íme kiszabadított minket Babilonból is. Most ugyanitt mindent fölvert a gaz, és kívül-belül ellenséges indulatokkal kell mérkőzni, de lássatok túl a láthatókon. Vegyétek ugyanolyan komolyan a láthatatlanokat is, magát a láthatatlan Istent, az ő ígéreteit, az ő biztatását, amit a profétákon keresztül mindig adott, mielőtt elmentünk fogságba, már megmondta, hogy mikor jövünk haza, megmondta, hogy hazajövünk, megmondta, hogy folytatódik tovább a történelem, és ő változatlanul ura az eseményeknek, és ura az ő népének. Isten él, Isten úr, és Isten nagyon szeret bennünket. Az első rész 14. versében egy megrendítő szerelmi vallomást olvasunk. Azt mondja ott Isten a profétán keresztül a népnek, szeretem Jeruzsálemet, nagy szeretettel szeretem, ezt mondja az Úr. Nem elég ez ahhoz, hogy mégiscsak reménykedjék mindennek ellenére a nép? A Zakariás könyve, ha valaki érti ennek a bonyolult jelképrendszerét, ugyanolyan vigasztaló, bátorító írat, mint a Jelenések könyve. A Jelenések könyvét, múltkor részletesen beszéltünk erről, az első igazán komoly szervezett keresztény üldözés idején írta János. Íratta vele Isten szent lelke. És minden mondata, vigasztalás, bátorítás, föl a fejjel, tartsatok ki Jézus mellett. Még ha emiatt kivégeznek titeket, akkor is jobban jártok, ha vállaljátok a mártír halált, mint ha megtagadjátok őt és a kárhozatot vállaljátok. Minden mondatával körbe támogatta az ingadozó, minden oldalról megrugdosott és veszélyeztetett keresztényeket. Nos, Zakariás ugyanezt csinálja. Ugyanolyan profétai képekkel, sajnos nehezen érthető profétai képekkel, és ugyanúgy a Szentlélek erejével. Fel a fejjel, kitartás, fogjatok össze, tessék az elkeserítő jelenen túl azt a jövőt is komolyan venni, amit még nem láttok, de amit hihetünk. Ez a jövő a mennyben már készen van, itt mi még semmit nem látunk belőle. Itt csak széthúzás van, nyomorúság van, nélkülözés, reménytelenség, egymás kölcsönös elkeserítése. De Isten nekünk szép feladatokat készített. Istennek nagy ígéretei vannak. Higgyetek neki. Így tartja a lelket, vagy így akar lelket önteni az elkeseredett maradékba, Zakariás, hogy el ne veszítsék a hitüket és a reménységüket. És hozzáteszi azt, hogy ami szenvedésben pedig most részünk van, arról három dolgot biztosan tudhatunk.
azt, hogy Isten erről tud, nem az Isten háta mögött szenvedünk, azt, hogy Isten ezt a rosszat is, ami javunkra használja föl, és azt, hogy Isten ennek véget fog vetni, mégpedig előbb, mint ahogy tönkre megyünk bele. Mert nem engedi, hogy elpusztítson a szenvedés, hanem azzal megtisztítani és megerősíteni akar. Isten tud arról, ami nekünk most rossz. Isten ezt a javunkra használja, minden rossznak célja van az ő kezében, és már most tudja, hogy mikor vet véget neki, akik pedig minket kínoznak, azokat keményen megítéli. Ebben egészen bizonyosak lehettek. Erről szólnak ezek a látomások. Ebben a fejezetben a második és a harmadik látomásról olvastunk, ezeknek a mondani valóját nézzük meg még röviden. A második arról szól, hogy négy szarvat lát a proféta, megkérdezi, hogy mik ezek. Erre az angyal, az úgynevezett Angelus Interpreis, az interpretáló, magyarázó angyal, aki végig kíséri a profétát, mert ő se érti a jelképeket, amiket Isten mutat neki, az angyal lefordítja, hogy hogyan magyarázza ezt meg a népnek. Nos, megkérdezi, hogy mik ezek. Az angyal azt mondja, hogy ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Aztán jön négy kovács, hát ezek meg kik és mit akarnak csinálni, ezek letörik a szarvukat, amellyel megtámadták Júdát és Jeruzsálemet. A szarv az Ószövetségben mindig a nyers erőszaknak, nagyon gyakran a politikai hatalomnak és hatalmaskodásnak a jelképe. Amikor a maga erőfölényével durván neki megy valaki a másiknak. Amikor nincs tekintettel se Istenre, se emberre. Amikor keresztül gázol mindenkin, aki útjába akad, mert ő el akarja élni a célját, és mindegy, hogy kifizeti meg az árát, és mi az ára. Amikor valakinek megnő a szarva, akkor az mindig ezt az ítéletes megállapítást jelenti, hogy elfeledkezett Istenről, emberről, csak magát akarja érvényesíteni mások rovására. A gyengék, a betegek, az idősek, a gyerekek, a kicsik, azok különösen is veszélybe kerülnek, amikor valakinek megnő a szarva. Nos, azt hiszem nem kell itt most hosszasan magyarázni, hogy az emberiség, meg mi is minnyájan, személyünkben is mennyit szenvedünk ezektől a szarvaktól. Kezdve attól, hogy kikapják az idős néni kezéből a kis táskáját, amiben az az 1-2 ezres van, amiből a következő nyugdíjig még meg lett volna, ha nagyon beosztja, egészen ilyen szavakat mondhatok, ilyen földrajzneveket, vagy Délvidék, Grozny, Afrika, ahol folyamatos népirtás folyik, ahol az egymás mellett lakóknak nő a szarvuk, és öklelnek vele, és folyik a vér, és tele van a világ özvegyekkel és árvákkal, amiatt, hogy sokféleképpen pusztítunk a szarvainkkal. Hogy aki egy kollégiumban tanulni akar, az azt ott nem tud, aki éjszaka aludni akar, azt nem tud, mert éjjel ott más folyik. Hogy szerelem címén megerőszakolja egyik ember a másikat, mert megnőtt a szarva, és nem számít, ki milyen árat fizet azért, amit ő azonnal el akar élni. Hogy megveri, kicsavarja a kezéből, leüti, agyonüti, következmények nélkül, nem fél semmitől, senkitől, és hosszú ideig semmi bántódása nem is esik amiatt, hogy a szarvaival ökleli azokat, akikre nézve azt mondta Isten, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. És ide tartoznak ennek a rafináltabb módjai is, amikor szándékosan megfertőzi az épszével a másikat bosszúból valaki, és ez egyre gyakrabb. Amikor kábítószer csempésznek a bélyeg meg a matrica hátuljába, hagynyalogassák a gyerekek, hát ha minél többen rabjai lesznek majd a szenvedélynek, azért, hogy valaki még több pénzhez jusson. Amikor részegen megy haza a család egy tagja, akár naponta, mindegy, hogy ez hogy érinti az otthoniakat, meg hogy a kenyeret itta el, és így tovább.
nem fogynánk ki a sorból, ha azokat az eseteket megpróbálnánk összegyűjteni, amikor öklelünk a szalvainkkal. És ezek a szalvak szólták szét Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. És nagyon szétszólták abban az időben, amikor Zakariás prédikált. És otthon is ezek a szalvak öklelték azokat, akik nagy jóhiszeműen otthagytak Babilonban házat, elültetett gyümölcsfát és mindent, azért, hogy újra otthont építsenek a régi otthon helyén. Mindenütt szalvakkal találták magukat szembe. Nem véletlen, hogy mindjárt a második látomásban a proféta által Isten azzal vígasztalja a népet, hogy ő letöri ezeket a szalvakat előbb-utóbb. Egyik sem nő az égig. Egyikkel sem pusztíthat a tulajdonos a vég nélkül. És egyetlen öklelés sem marad büntetés nélkül. Persze az áldozatok szeretnék látni a büntetést. Néha szeretnének gyönyörködni is a gonosztevőnek a bűnhődésében. Isten ezt sokszor nem engedi meg, de azt ígéri, hogy a szalvakat letöri. Jönnek a kovácsok, ennek megint megvan a maga külön jelentősége, és azok letördelik ezeket a szalvakat. És mi tudhatjuk, testvérek, hogy miközben egy-egy ilyen szalv még működik, már megszületett az a kovács, amelyik le fogja törni. Ezt a szalv tulajdonosa a legtöbbször egyáltalán nem is gondolja. Ő önmagával van eltelve olyankor. De Zakariás azt mondja, hogy van Isten az égben. És ő mindig a kicsinyek, a kiszolgáltatottak, a kárvallottak oldalán áll. Szereti azt is, aki öklel, de az ökleléséért bűnhődnie kell. A kicsinyeket pedig védelmébe veszi, és nem engedi, hogy vég nélkül szenvedjenek. Csak ehhez az kell, hogy bízzanak ő benne. És legyenek bizonyosak arról, hogy Isten tud arról, hogy őket most éppen öklelik. Isten még ezt is valami módon a javukra használja. Ti gonosz gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta fordítani, mondja József a szenvedései után. És Isten véget vet ennek. És begyógyítja a sebeiket, és dicsőségében részelteti őket. Ennek a látomásnak a magyarázatát három gyakorlati gondolattal szeretném befejezni. Az egyik az, hogy nagyon vigyázzunk, hogy mi soha ne legyünk szalv. Sose gondoljuk azt, hogy a nyers erőszak az az eszköz, amihez most folyamodnunk kell. Jó ügyeket sem lehet rossz eszközökkel, Isten nélküli eszközökkel, Isten akarata szerint elérni. Soha ne legyünk az erőszak rabjaivá. Itt olvassuk a következő fejezetben, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Így szól az Úr. Merjünk ebben bízni. A másik az, hogy mondjunk le arról, hogy mi törjük le azt a szalvat, amelyik belénk öklelt. Istennél rend van, és ő nem engedi, hogy azt törje le. Majd ő küld kovácsokat. Végső soron ő törj le mindenkinek a szalvait, valaki más által, nem a szenvedő fél által. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem hagyjátok az igazán ítélőre, írja Pál apostol. És a harmadik, vegyük komolyan már akkor, amikor még fáj egy-egy szalvnak, szalv okozta seb, hogy Isten már akkor véget vetett a mi szenvedésünknek, és hogy neki gondja van ránk, és nem próbál feljebb, mint elszenvedhetjük. És a próbatétellel együtt már a kimenekedést is elkészítette, hogy elszenvedhessük. De ezt akkor mindjárt, mikor a nyakunkba szakad egy újabb csapás, mikor újabb csalódás, veszteség, gyász, nyomorúság él, akkor mindjárt merjük komolyan venni, hogy Istennél ennek célja van, és vége van. És én most az elején már tudhatom, hogy csak addig engedélyezi, amíg az nekem jó. Ezt nagyon nehéz komolyan venni.
de ez sok fölösleges kétségbeeséstől, pániktól, jajveszékeléstől, és hadd mondjam ki, végső soron Isten káromlástól megőrizne bennünket. Mert aki ezt az elején nem veszi komolyan, az nem veszi komolyan Istent. Az azt gondolja, hogy neki nem lehetséges ebből megszabadulni. Az azt gondolja, hogy ő nem szeret engem. Az azt gondolja, hogy nem igaz, amit mondott, hogy szeretlek téged nagy szeretettel. Vagy azt gondolja, hogy elfeledkezett rólam. Vagy Isten ma már nem Isten. Vagy nem olyan hatalmas, mint eddig volt, és ezzel minddel gyalázzuk őt. Hinni azt jelenti, hogy a bajok kellős közepén vagyok bizonyos abban, hogy ő ura az egész helyzetnek. És ő ezt a szarvat valamikor majd le fogja törni. Én most azzal vagyok elsősorban elfoglalva, hogy nagyon fáj, ahol belém döftek, de akkor is tudom, hogy ő Isten, ő engem szeret, és ebből az egészből valami jót fog kihozni. Ez nagyon fontos. Én sok szenvedő emberrel beszélgetek, és látom azt, hogy ég és föld a különbség. Ha valaki ezt komolyan veszi, mindjárt az elején, meg amikor benne van a közepében, vagy pedig csak utólag állapítja meg, hogy most már látom, hogy. Ezt mi már előre tudhatjuk. És a másik látomásról rövidebben, ott arról van szó, hogy egy fiatal férfi mérő szalaggal kiméri Jeruzsálem felépítendő falainak a nyomvonalát. Mert ezt a várost ugyebár be kell keríteni, hogy biztonságban legyen. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ez a kép arra utal, hogy a fogságból hazatértek elsősorban magukban bíztak. Vegyük elő az emberi értelmet, erőt, fizikai és szellemi tartalékokat, biztosítsuk be magunkat, segíts magadon, aztán majd talán az Isten is megsegít. Isten azonban mást gondol. Küldi a prófétát, aki leállítja ezt a fiút. És azt mondja, hogy nem kell mérni. Hagyd abba. Két ok miatt is. Az egyik, hogy Jeruzsálem olyan nagy lesz, hogy nem lehet akkor a kerítést húzni, hogy bekerítsétek. Nem ekkorka, ahol te most kezdtél itt méricskélni. Olyan sokan fognak benne lakni, és olyan sok állat lesz, az volt a vagyon, a kincs abban az időben, hogy az elképzelhetetlen. Ezt mondja Isten Zakariáson keresztül akkor, amikor az emberek bekerített kis falvacskákban laktak inkább, mint a kerítetlen fővárosban. És láttuk Nehémiásnál is, hogy biztatta a népet, hogy költözzetek be vidékről ide a városba, mert nekünk várost kell csinálnunk Jeruzsálemből. Megértem, hogy ott már van fedél a fejetek fölött, legyen itt is, gyertek, építsük meg, aztán kerítsük be. Nem akartak oda költözni, féltek, rossz emlékük volt, mert azt pusztították el leginkább az ellenségek. Nos, akkor azt ígéri Isten, hogy olyan sokan fognak itt lakni, hogy nem lehet bekeríteni. A másik, szükségtelen bekeríteni. És itt hangzik el egy nagy ígéret, mert én tűzfal leszek körülötte. És megvédem őt, ezt mondja az Úr. Isten azt mondja, hogy önmaga lesz a legbiztosabb védelem az ő népe körül. Na de itt megint a láthatatlanokat kellene komolyan venni. Azért egy falat mégiscsak lát az ember, megtapogatja, látja, hogy elég széles, elég magas, biztonságban érzi magát mögötte. De Isten nem látja. Hát most vagy komolyan vesszük, hogy hitben járunk és nem látásban, vagy akkor Istent kihagytuk az életünkből, és gyakorlatilag hit nélkül, Isten nélkül akarunk élni. Nagyon próbára tette ám ez azoknak az embereknek a hitét. Hogy az Úr lesz pajzs körülöttünk? Pedig hát jó néhány történetet olvashatunk Isten népének a történelméből, amikor valóban maga Isten védte meg őket. Csak egyre talán a legismertebbről hadd emlékeztessek, a Királyok második könyve 19. részében van leírva az, amikor Asszíria királya Szanhérib már körülvette Jeruzsálemet, és a kiéheztetett város és víz nélkül maradt város már biztos volt, hogy elesik. Isten azonban erősítette Ezékiás királyt Ézsaiás profétán keresztül, és eljött egy reggel, amikor egyrészt a
megszálló sereg nagy része eltűnt onnan, elvezényelték máshova, más rész tele volt a föld halottakkal, valami járvány törhetett ki, vagy micsoda, a mai napig nem tudjuk, hogy mi volt az oka. A Biblia summásan így mondja, hogy levágott az Úr közülük, nem tudom én hány tízezret. A falai védték meg Jeruzsálemet. Még ha a falai megvédték volna, akkor is éhen halnak, meg szomjan halnak a lakói. Az Úr védte meg. Ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nem kell nekünk is megtennünk azt, ami szükséges. Mert végül is Nehémiás megépítette Jeruzsálem falait. Hanem ez azt jelenti, hogy legalább úgy, vagy hát sokkal jobban kell bíznia a hívő embernek Isten ígéreteiben, jelenlétében, szabadításában, mint amennyire a maga által létrehozott biztonsági eszközökben bízik. A láthatókon túl a láthatatlanokat is komolyan venni. Éppen ezt ígéri itt a végén Isten, amikor azt mondja, én jelen leszek és köztetek lakozom, és a többi nép, a pogányok is csatlakoznak majd az Úrhoz azon a napon, és az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát. Három nagy ígéret. Isten jelenléte, közöttük lakozik, Isten vonzó erje, hogy a pogányok is megismerik őt, és hozzácsatlakoznak, hitre jutnak, és hogy újra birtokba veszi Júdát. Lehet Istennel újat kezdeni, ilyen lehetetlen körülmények között is, mint amik közé megérkeztek az emberek. És ha ezt most magunkra alkalmazzuk, ez azt jelenti, hogy a hívő embernek szabad Isten szüntelen jelenlétében élnie, ez jelent védettséget is, meg jelent felelősséget is, hogy akkor mindenért felelősséggel tartozom neki, mert mindent lát, amit csinálok. De biztonságban is vagyok. Másodszor, hogy abban a nagy kiváltságban részesíti Isten az övéit, hogy a puszta jelenlétük Istenhez vonz másokat, pogányokat, a misszió, ami azt jelenti, hogy hozzá hívok, és a megszentelt életemmel hozzá vonzok másokat. És a harmadik, ami mindennek a feltétele tulajdonképpen, hogy Isten tulajdonának tekintem magam, ezt nevezi a Biblia szentségnek. Aki szent, azaz Isten tulajdona, azt csak Isten használhatja, csak arra, amire ő akarja. Nem ugrik ki Isten kezéből, hogy egy kicsit én most maszekolok, nincs kiszolgáltatva a körülötte levő igényeknek, hogy azért ne üssön már el annyira az én gondolkozásom a többitől, mert akkor megszólnak. Isten kezében van az ő tulajdona, csak ő használja. Ez lesz a szent ember. És az ilyen ember Istenhez vonz másokat, és az ilyen ember szakadatlanul Isten jelenlétében él. Itt, az ellenségek között, a halála óráján és a halála után is. Örökkön örökké. Mert a zakariási profécia végső soron a mennyei Jeruzsálemben teljesedik be. Zakariás az a proféta, azt szokták mondani, aki ő maga alig látott valamit az általa hirdetett ígéretek beteljesedéséből. Sőt, több olyan ígéretet mondatott el vele Isten, ami csak a végső időkben, az eszkatonban teljesedik be. Ami a Jelenések könyve utolsó előtti fejezetében a mennyei Jeruzsálemről van leírva, az a zakariási profécia végső és tökéletes beteljesedése. Amikor azt mondja az Úr, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és ővelük fog lakni, ők pedig a népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És így szólt hozzám, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és elvitt engem, és mutatott egy szent várost, a mennyei Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Nem láttam abban templomot, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek, ezt a szót így is fordítja a Biblia sokszor, hogy a pogányok, az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik az ő dicsőségüket. Ez a végső
reménysége Isten népének, amelyik sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped, míg látomása egykor dicsőn beteljesül, s a győzedelmes egyház urával egyesül. Imádkozzunk. Istenünk, áldunk azért, hogy nem engeded a tiédet végképp elcsüggedni. Szeretnénk megköszönni neked most a próbákat is. Köszönjük, hogy te pontosan ismered mindannyiunk teherbíró képességét. És nem azt akarod, hogy összeroskadjunk a terhek és próbák alatt, hanem hogy megedződjünk. Köszönjük, hogy sokszor valóban áldásul lett nekünk a nagy keserűség. Segíts ezt a keserűségeink elején, meg közepén is, egészen bizonyosan vennünk. Bátoríts minket, hogy sokkal jobban higgyünk a te ígéreteidnek. Köszönjük, hogy ma este nekünk mondod, hogy szeretsz minket. Pedig tudjuk, Urunk, hogy nincs bennünk, magunkban semmi szeretetre méltó. Kérünk téged, Jézus Krisztus, hogy te növekedj meg mindannyiunkban. Hiszen egyedül neked mondhatta el az Atya, hogy benned gyönyörködik, mert te vagy az ő szeretett fia. Bátoríts minket, és adj nekünk reményt. És add nekünk a te szent lelkedet, hogy tudjuk egymásban is erősíteni a reménységet. Könyörgünk hozzád most különösen azokért, akik nagyon nehéz terheket hordoznak. Könyörgünk három olyan asszony testvérünkért, akik igen súlyos betegségben szenvednek. Hozzád kiáltanak, vagy már ahhoz sincs erejük. Mi kiáltunk hozzád, a te örök irgalmaddal vedd körül őket. És könyörgünk azokért, akik friss gyászban vannak. Különösen egy testvérünkért, akit most gyors egymás utánban élt, többször is veszteség. Add, hogy ez ne megkeményítse az ő szívét, hanem még inkább kinyissa előtted. És te légy most nagyon közel hozzá. Könyörgünk azokért a konferenciákért, csendes hetekért, amik még folynak és hátra vannak. Adjál sok lelki áldást, sok új és megújult életet ezen a nyáron is. Könyörgünk a hamarosan meginduló hitoktatásért, a gyermekek közti munkáért. Úr Jézus, te szereted a gyermekeket ma is. Te magadhoz hívtad őket annak idején is. Könyörülj azokon, akik nem akarják hozzád engedni őket. Irgalmazz a szülőknek, hogy ne tiltsák el őket te tőled, sőt velük együtt keressenek téged. És így lépjél be sok olyan családba, ahol nélküled csak békétlenség, elégedetlenség és reménytelenség van. Tégy minket álhatatosakká könyörgésben és bővölködők ki a hálaadásban. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békességnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és reménységgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek erje által.